és folytatjuk a reggeli járatot. Vendégem a Villanypára Egyesület szóvivője, Pivko Krisztián. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Annak kapcsán, hogy a kormány ugye szigorítana az elektromos cigaretta használatát, forgalmazását, ugye megjelent egy nyilatkozat ezzel kapcsolatban, az egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, hogy tévhit az, hogy az e-cigaretta nem káros, hanem hogy hosszú távon ugyanolyan károkat okoz tulajdonképpen, mint maga a cigaretta. Mit szólnak ehhez? Elnézést, hogy kuncogok. Azt lehet tudni, hogy az egészségért felelős államtitkárság ilyen típusú nyilatkozatai mögött az ANTS és a NEFI dohányzás fókuszpontjának a közös összefoglaló dokumentuma áll, mint háttértámogatás, illetve mint háttérinformáció, ami november 2-án jelent meg. Az elmúlt hetekben volt alkalmunk közelről is megszemlélni ezt a dokumentumot, és az a helyzet, hogy elképesztő problémák vannak ezzel a dokumentummal. Azt értem, hogy a dokumentummal problémák, igen, vannak, de akkor azt mondja el nekünk, hogy miért nem olyan káros, mert ez az alapkérdés. Az elektromos cigaretta azért nem olyan káros, mint a hagyományos dohányzás, mert egyrészt nincsen semmiféle passzív károkozó, egészségkárosító hatása szemben a hagyományos dohányzással. Mert hogy mi jön ki belőle? Ebben alapvetően egy olyan pároszerű képződményt képez ez a készülék, ami az emberi egészségre ebben a formában nem veszélyes, ezt egy kicsit rosszul fogalmaztam meg. Ugyanez a fajta elegy található meg a látványtechnikában használt körgépekben is, ugyanezek az anyagok találhatóak meg. Az inhalátorokban, asztmás inhalátorokban is adott esetben. Na de nikotin nincs benne? Nikotin nincsen benne, de a nikotinnak a tulajdonított egészségkárosító szerepet szintén nagyon-nagyon súlyosan eltúlozzák ebben a dokumentumban. De van olyan, amiben van nikotin, nem? Igen. De az már akkor károsító lehet? Attól függ, hogy kire? Hát arra, aki szívja nyilván. Hogyha nikotint visz a tüdejébe, akkor az károsítja ugyanúgy, igen, mint ezt, a cigaretta. Ezt próbáltam elmondani, hogy a nikotinnak tulajdonított egészségkárosító szerepet nagyon-nagyon-nagyon súlyosan eltúlozzák abban a dokumentumban és a megfelelő kommunikációban is innentől kezdve. Ennek ellenkezőjét önök hogyan tudják bizonyítani, vagy hogyan tudják megvédeni a saját álláspontjukat? Ugye itt azért egy ANTS-es állásfoglalás van, ami mögött azért valószínűleg kutatási eredmények is vannak. Saját kutatási eredmények nincsenek mögötte, tehát a nemzetközi szakirodalomból táplálkoznak, ők is azt használják föl. Azt szeretném kiemelni, hogy ezeket az álláspontokat nem nekünk kell megvédeni, illetve ezeket az állításokat nem mi tesszük, hanem a téma szakirodalma, a témában levezetett nemzetközi kutatások. Önöknek, bocsásson meg, azt kell bizonyítani, hogy ez nem olyan káros, mint maga a cigaretta. Ezt megtették helyettünk nemzetközi tudós csoportok nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Kérdés az természetesen, hogy figyelembe veszik-e ezeket a kísérleteket, tanulmányokat, hogyan dolgozzák fel az abban található információkat. Mi, miközben a NEFI 16 oldalas elektromos cigaretta káros hatásairól szóló 16 oldalas összefoglalóját átböngésztük és összehasonlítottuk a hivatkozott tanulmányokkal, illetve más egyéb témában végzett kutatási anyagokkal, azt vettük észre, hogy jóformán, akár azt is mondhatom, hogy egyetlen egy igaz mondat nem található abban a dokumentumban. Csúsztatásokat tartalmaz, kiragadott részleteket fogalmaz meg tényként, arányhamisításokkal hemzseg az egész. Ez azért nagyon nehéz, mert ugye pro és kontra is lehet itt érvelni. Ugye azt mondta, hogy bizonyos helyeken már bizonyították, hogy nem káros, de aztán olvasunk olyat, hogy káros. Ugye az interneten azért számos cikk meg hozzászólás terjeng, ilyen-olyan tudományos vagy nem tudományos. Hogy lehet ebben akkor egyrészt, tehát ugye igazságot tenni, az egy másik kérdés, de mondjuk önök például mit tesznek most majd ezután, hogyha a kormány megszavazza ezt, az országgyűlés megszavazza ezt, és valóban szigorítani fogják az e-cigaretta forgalmazását, használatát? Hát, hogy mit teszünk ezek ellen a dolgok ellen, kiemelném nem pont a törvénnyel kapcsolatban, de például tegnap este nyújtottam be az alapvető jogok biztosának hivatalához egy közérdekű bejelentést, pontosan az ANTS és a NEFI dohányzás fókuszpontjának a dokumentumának a silány minőségével és szabban található szakmai hiányosságok okán. Hát ezt majd az illetékes hatóság. Ezeket tudja bizonyítani, hogy ezek szakmai hiányosságok? Hogyan tudja ezt majd alátámasztani, vagy hogyan tudják alátámasztani? Hát én vázoltam ebben a dokumentumban található problémákat, rávilágítok olyan ellenmondásokra és olyan hiányosságokra, amit megfelelő szakmai előkészültséggel, megfelelő szakmai felelősséggel nem lehetett volna, nem szabadott volna elkövetni. Tehát ugye egy adatigénylés kapcsán nemrégiben maga az ANTS nyilatkozta, hogy minden rendelkezésre álló szakirodalom alapján az abszolút a legutolsó információk szerint jártak el, és használták ezt a dokumentumot. Hát majd az eljáró hatóság megállapítja, hogy erről szó van-e valóban, vagy nem így van. Ismétlem, mi ezt végignéztük, és
egészen elképesztő szakmai atlan pongyala munka az egész. Jó, nézzük globálisan az egészet. Kinek az érdeke, hogy ez most napvilágot látott? Mit gondol? Hát erről hivatalos álláspontot nem tudok mondani az Egyesület részéről lévén, ezt senki nem tudná. De nyilván végig gondolták. Végig gondoltuk. Én magánemberként mondhatok egy elméletet, hogyha megengedi, hogy ez hogyan néz ki. Az elektromos cigaretta igazából az elmúlt 5-6 év alatt jött, látott és tarolt, elképesztően jó leszokási számokat, mutatókat produkált. Na most a dohányzásról való leszoktatás terepe az igazán nagy szereplők játszótere. Bocsánat, visszakortyolok egyet. Mire utal ezzel? Arra utalok ezzel, hogy a dohányzásról való leszoktatás játszó terén évek óta fölállított kényes egyensúly van. Tehát ugye ott van az állam, aki elképesztő bevételeket kap a dohányzás kapcsán, a dohányzásból származó adóbevételekből. Ott vannak a gyógyszeripari óriások, akik a terápiás leszoktató eszközök eladásából rengeteget keresnek. Ott vannak emellett a dohányzás visszaszorításáért küzdő szervezetek, mint például a Dohányzás Fókuszpont, akik hatalmas állami appanást és gyógyszeripari támogatást kapnak, hogy próbálják az embereket leszoktatni. Ha megfigyeljük, akkor ez a kényes egyensúly az abból áll, hogy szokjanak le az emberek, de alapvetően kiszámíthatóan kevés ember szokjon le, és hosszú távon fönntartható legyen ez, hogy mindig van, aki dohányzik, mindig van, aki leszokik, de visszajön, és az a körforgás működik. Meglátjuk, hogy az elmélete majd mennyire nyert tanúbizonyságot a következő időszak irányába. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Nagyon szépen köszönöm.